Április 3-ára írta ki az országgyűlési választásokat és a gyermekvédelmi népszavazást a köztársasági elnök. Áder János közleményében azt írta, hogy az idei esztendőben Magyarország választójoggal rendelkező polgárai immár 9. alkalommal dönthetnek szabadon arról, hogy kikre bízzák közös ügyeink intézését. Az államfő a népszavazást pedig azután írta ki, ugyancsak április 3-ára, hogy ezt ellenzéki kezdeményezésre tavaly az országgyűlés lehetővé tette. Április 3-ára írta ki az országgyűlési választást Áder János köztársasági elnök. Ez lesz a rendszerváltoztatás óta eltelt időszak 9. általános parlamenti voksolása. Az államfő azt írta, Magyarország 32 évvel ezelőtt független, demokratikus ország lett. Így a választójoggal rendelkező magyarok április 3-án ismét szabadon dönthetnek arról, hogy kikre bízzák közös ügyeik intézését. Nem sokkal később Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, ott leszünk. Az országgyűlésbe 199 képviselő juthat be, ebből 106-an egyéni választókerületből, további 93 képviselő pedig országos listáról kap mandátumot. A magyarországi lakhelyen rendelkező választópolgárok két szavazatot adhatnak le. Egyrészt voksolhatnak arra, hogy kit szeretnének az egyéni választókerületükben képviselőnek, másrészt egy másik éven arról dönthetnek, hogy az országos pártlisták közül melyiket támogatják. Akik a választás napján külföldön tartózkodnak, Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain adhatják le voksaikat akkor, ha előzetesen kérték felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe. Azok is szavazhatnak, akiknek nincs magyarországi lakóhelyük, de magyar állampolgárok. Ők csak pártlistára szavazhatnak akkor, ha szerepelnek a központi névjegyzékben. A felvételt a Nemzeti Választási Irodánál lehet kérni. A köztársasági elnök kitűzte a gyermekvédelmi népszavazás időpontját is, szintén április 3-ára. Áder János azt írta, az országgyűlés tavaly november 9-én egyhangulag döntött arról, hogy népszavazást az országgyűlési képviselők általános választásának napján is lehessen tartani. A folyamatban lévő népszavazási kezdeményezések közül 4 kérdés tekintetében biztosítottak a jogi feltételek a népszavazás kitűzésére. A szabályok korábban nem engedték, hogy egy napon tartsák a parlamenti választásokat egy népszavazással. A törvényt a párbeszédes Szabó Tímea javaslatára módosította tavaly az országgyűlés. A kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazás kérdései a következők lesznek. Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozásokat tartsanak? Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális média tartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be? Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg? A népszavazás kérdéseire várhatóan egy külön lapon kell majd válaszolni.